A diaszporában élő magyarokat tömörítő szervezetek képviselői ezúttal a Sárköz értékeivel ismerkedhettek meg a Diaszpora Tanács háromnapos rendezvényét megelőző napon. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár azt mondta, az elmúlt évek jelentős sikereket hoztak a szülőföldjükről távol élőkkel folytatott kapcsolattartásban. A nemzetpolitika tekintetében most már hagyományosan évről évre azt mondhatjuk, hogy ez az év még jobb volt, mint a tavalyi. Óriási sikereket tudtunk elérni, beruházásaink zajlanak az egész Kárpát-medencében, a diaszpora magyarságát is, szervezeteket, közösségeket meg tudtuk erősíteni. 213 iskolánk működik a nagyvilágban, hétvégi vasárnapi iskolákról van szó. Pályázatokat írtunk ki annak érdekében, hogy ott is a gyerekek, fiatalok meg tudják őrizni a magyarságokat, vissza tudják tanulni, akár a hagyományokat, akár pedig a magyar nyelvet. 2014 óta a Magyarságháza jelenti a háttérintézményét a Diaszpora Tanács üléseinek szervezésének. Csibik Krisztina, az intézmény igazgatója azt mondta, olyan folyamatokat tudtak generálni, melyek közelebb hozták az anyaországhoz a diaszporában élőket. Több alkalommal volt már kiállításunk, vándorkiállításunk Amerikában, Kanadában, de Európában is, sőt Európában született kiállításokat vándoroltatunk a Kárpát-medence külhoni magyar régióiban. 2020-ra ezt a tevékenységet szeretnénk megsokszorozni. A Diaszpora Tanács tagjai a hétvégi magyar állandó értekezleten is részt vesznek, és részesei lesznek a Puskás stadion felavatásának is.